Az MTK 4-2-es győzelmét hoztál a labdarúgó MB2 27. fordulójában rendezett DVTK elleni rangadó. A szinte tökéletes helyzetkihasználással futballozó házigazda győzelme megérdemelt, de idegenben is igyekezett támadólag fellépni a Diózsör, ám ellenfele hibáira könyörtelenül lecsapó kékfehérek eldöntötték a találkozót és átvették a vezetést a tabellán. Az előző fordulóban a Gyirmót elleni rangadón győzelmet szerző kezdőcsapatán nem változtatott Kuznyecov Szergej, amit a találkozó eleje alá is támasztott, kezdeményezőbb volt a piros-fehérek játéka. Ám ellenfele hibáira azonnal lecsapó és azt kihasználó fővárosi együttes kontráival 2 gólos előnyt szerzett az első félidőben. Fordulópont volt a bajnokin, hogy a második félidőben is a hazaiak találtak be először. 3-0-nál érkezett a pályára többek között a rangadó diógyőri főszereplője Jurek Gábor, aki 2 gólt is szerzett, és fejesét csak nagy bravúrral védte a korábban a DVTK-ban is szereplő Somodi kapus. A piros-fehérek idegenben is támadólag léptek fel, a győzelemért játszott a csapat, de a hazai támadások ezúttal eredményesebbek voltak. A 4-2-es vereséget hozó rangadót követően Jurek Gábor is értékelte a történéseket. A válogatott játékos először arról beszélt, hogy miről döntött szerinte ez a bajnoki 90 perc. Egyelőre még semmiről, egy pontra mennek előttünk, az előttünk álló meccseket be szeretnénk hozni, az összeset, és ez fog dönteni abba, hogy ki lesz az első és a második helyen. Szerintem teljesen mindegy, hogy hol végzünk, az a lényeg, hogy a csapat följusson. Szerintem az első 60 perc az hát úgymond MTK fölényt hozott, mert sűrt nekik az, hogy visszaálltak és kontrázni tudtak belőle. Ugye így szereztek addig 3 gólt, ugye az utolsó az 11-es volt, és ezután jöttem be a padról. Szerintem ott megváltozott a játék képe, és mi domináltunk. Szerintem még benne volt a levegőben az is, hogy akár kiegyenlítünk. Mi volt az egyéni feladata a fiatal támadónak pályára lépését követően? Egyértelmű volt, azt kérte, hogy támadjam a kaput és lője kapura, mert addig talán egy kapura lövésünk volt, és nem volt veszélyes. Tehát be is bizonyosodott az, hogy igaza volt, mert 2 lövésből 2 gólt tudtam szerezni. Nem járt semmi a fejembe, csak az, hogy minél hamarabb gólt szerezzek, és tudjam segíteni a csapatot. Kapásból előttem, nagyon szép gól lett belőle. A második pedig jó pozícióba fölvettem a labdát, és választottam az egyik sarkot, és az is gól lett. Nagyon sokat gyakorolom a fejeseket, Bokros Szilárddal kint maradunk edzés után sokszor, és ezt próbálom gyakorolni, mert szerintem ez az a terület, ahol a legtöbbet kell fejlődjek. A mesterrel is át szoktam beszélni, hogy kell fejelni, ő is elmondja a tapasztalatait, és igen, próbálok ebbe fejlődni. A fókuszom az a válogatottban van most, egy hetet ott leszek, és minden nap 2 edzésünk lesz válogatottban. Próbálom felkészülni az EB-re jól, hogy össze legyen kovácsolódva a csapat, és pénteken hazautazok, hogy tudjak játszani a Szent Lőrinc ellen. Meglátjuk, hogy kezdőként vagy csereként kapok lehetőséget, de szeretném segíteni a Szent Lőrinc ellen is a csapatot. Örülök neki, hogy duplázni tudtam, a következő a Mester Hámos lesz. A mérkőzést követő napon pedig egy közleményt adott ki a klub, reagálva a második félidőt felvezető eseményekre. A DVTK tulajdonosa Magyar Mátyás meghívta az MTK szurkoló kisfiút, Varga Énokot és szüleit, valamint Énok minden MTK-s csapattársát Diósgyőrbe a DVTK soron következő hazai mérkőzésére, amit az érintettek el is fogadtak.